a kézműves szak festőnyomó szakirányának munkáit láthatják itt a vetítésen. Tulajdonképpeni célunk az volt, hogy összefoglalva az elmúlt évek mintaképzési feladataiból készítettünk egy olyan diavetítést, amin léptékváltással a mintáknak az arányát és a színeit meg lehet vizsgálni, és egy nagyon érdekes kísérlet, hogy színes anyagokon a koloritok egymás mellett hogyan élnek. Ilyen léptékben ők még sosem látták a mintáikat, ezek a minták 10x10 centibe, 20x20 centibe, vagy legfeljebb 50x40 centisbe készültek, és most egész alakra vannak kivetítve. A szakon mintatervezéssel foglalkozunk, folyamatos mintatervezéssel, illetve egyedi mintákkal, öltözékre, lakástextilre és alternatív anyagokra. Rengeteg alternatív anyag kísérletet csinálunk, tehát a ruháknak is nem éppen pamut vagy lemből kell venni, hanem általunk készített új, kreált anyagokból. Erre rendelkezésünkre állnak olyan gépek és eszközök és festékek, amivel egy új fogású, egy más minőségi anyagot tudunk készíteni. A kézműves szakirányon még van a szövőszak, az öltözékszak és a kerámia szak. Igazából három textiles szak van, ugye a szövő, öltözék és a festőnyomó és a kerámia. Mi nagyon sok mindent készítünk számítógéppel, tehát a diákjaim értenek a számítógépes programokhoz, azzal tudnak tervezni, nagyon sok mindent csinálunk kézzel, és tudnak ugyanakkor egy olyan technikát, ami a szitanyomásos technika, ameddig igazából gyári vagy valamilyen kisebb műhelynek a technikája, úgyhogy igazából több területenre mehetnek. Én azt vettem észre az elmúlt végzett diákjaimból, hogy volt, aki szakkörvezető lett, volt, aki el tudott például helyezkedni, van egy divatújságnál számítógépes tervezőként, és van olyan, aki pedig önálló alkotópályát kezdett el, és van, aki meg masterre megy. De a fotósokat szeretnénk közös munkát, már csak azért is, mert egy tárgykészítőnek, vagy egy dizájnernek mindig szüksége van fotósra, bármennyire én tudok fotózni, és van egy gépem, de azért azt a minőséget nem tudom előállítani, mint egy fotós, egy tárgyfotós képes, az ő gépével, az ő műtermébe lefotózni, tehát ezt próbáljuk a kapcsolatot építeni, azt lehet mondani inkább, hogy személyes kapcsolatok vannak, tehát nem én vagyok kapcsolatban a diákokkal, hanem a diákok a diákokkal, amikor szükség van diplomafotózásnál, bizony mindig besegítettek, úgyhogy ez jól működött idáig.